A 7 egyenlően fontos feladatból van egy kiemelten fontos, az úgynevezett közösségi művelődés, művelő közösségek tevékenységének támogatása. Bár a törvény kötelezővé teszi az önkormányzatoknak a közművelődési feladatok ellátását, Zsiko Zoltánnak, a Babits Kulturális Központ igazgatójának véleménye szerint a feladatokat szét kell választani. Operatív feladatokat az önkormányzat véleményem szerint, operatív kulturális feladatokat nem hiszem, hogy ez volna a feladat, hogy ellásson, ezért vannak kulturális intézmények, vagy közművelődési intézmények. Kari József, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója az önkormányzatok közművelődési feladatairól és az ezt szabályozó törvényről tájékoztatta a polgármestereket, jegyzőket és közművelődési szakembereket. Minden önkormányzatnak a törvény erejénél fogva kötelező feladata a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása. A jogszabály 8-at fogalmaz meg ezek közül, és ahogy csökken a település méret, a legkisebb feladatellátás neve közösségi szintér. Aztán a lakosság száma, hogy növekszik a településen, úgy egyszer csak elvárja az állam, hogy az önkormányzat intézményt működtessen. Kiemelte, a kormányzati szándék mellé szükségszerűen szakemberre is szükség van. Az ehhez mellé rendelt szakemberek tekintetében sem az ország, sem Tolna megye nem áll túl jól. 88 közösségi szintéren nincs megfelelő végzettségű szakemberünk, ezért a felsőbb vezetéssel közösen úgy döntöttünk, hogy a jövő évben fogunk egy OKS képzést, ami érettségire fog alapulni, és ingyenes képzést itt Szekszárdon is az irodában megrendezni, és oda fogjuk várni a jelentkezőket. Kari József azt emelte ki, megítélése szerint Magyarországon nem élnek másodrangú állampolgárok, így a minőségi közszolgáltatáshoz való hozzáférés nem lehet település mérethez igazított. Éppen ezért fontos a kis településeken is a hozzáértő közművelődési szakemberek kötelező foglalkoztatásának bevezetése.